Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért. Készen állsz? Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsorái egy helyen. Belépőddel idén egy egyedi sportautót is nyerhetsz. Május 27-29 között Budapesten a Hung Expo-n. Részletek az amts.hu. Mivel 22. éve vagyok itt, mindig izgalmas. Akkora jó, hogyha leszakad a vég, ha minden saras. Ez egy Volkswagen motoros csővázas, patrolhidas terepjáró, teljesen egyidegen épített. Nagyon jó előrejelzéseket kaptunk. Azt mondták, hogy brutál esténk lesz. Reméljük, most sikerült összerakni újból az autót. Technikai problémák miatt. Azért ebben a sportágban ez előfordul néha, nem? Igen, sajnos elő, de nem ritkán, aztán... Sziasztok, üdvözlök mindenkit az AMTS YouTube csatornáján, és ma egy nagyon szokatlan helyre hoztalak titeket. Eleve az is szokatlan, hogy sötétben videózunk, nem véletlenül, hiszen itt vagyunk a 8. Nim Zoltán emléktrofin, hosszú hetény mellett a meccsekben, ahol a versenyzők ma 11 kilométert fognak megtenni éjszaka, holnap pedig 9-et. Az összesen, ha jól számolom, 20, holnap pedig elvileg talán 60 kilométert is meg fognak tenni, úgyhogy egy nagyon izgalmas versenyen vagyunk. Most pedig sajnos belén fog fagyni a szó, hiszen elképesztő már az élmény csak annyiban is, hogy itt vagyunk a rajtvonalnál, ahol hamarosan látni fogjátok a vágóképeken, hogy milyen autók indulnak, és hogy milyen helyre. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk! Szeretettel köszöntünk mindenkit. Nagyon szép számmal összegyűltünk a 8. Nim Zoltán emléktrofin. 112 nevezést tudtunk befogadni. Sajnos 30-35 autót el kellett utasítanunk, a kapacitásunk véget. Ekkora helyünk van, ekkorák az adottságok is, nem szeretnénk, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen. Éjszaka egy 20 km-es útvonalat terveztünk a versenyzőknek, 5 kategóriába fognak indulni. Extrém, nagy profi, kis profi, nagy túra, kis túra. Este lesznek nekik speciál szakaszok az útvonal mellett. Az esti beérkezés szerint fognak szombaton elrajtolni. Szombati nap az egy 60 km-es, az egy kicsit hosszabb, komolyabb túra útvonal lesz. Mindenkinek kategóriánként 3 speciál szakasszal. Az ország egész területén, Szlovákiából többen, az egész ország területéről. Az Alától kezdve mindenhonnét. Magyar Triál Szövetség is hozzájáruló segítségükkel bíróskodnak. Én úgy gondolom, hogy a 112 autónak ugyanazt kettővel szorozzuk, plusz a kísérők, a nézők, a szervezők. Most 320 főre lett vacsora foglalva. A faluban, hosszú hetében az összes vendégház tele van, a hotel tele van. Első hangzása talán egy kicsi eseménynek tűnik ez a 8. Nim Zoltán emléktrofit hosszú hetény mellett, na de itt olyan versenyzők is vannak, mint például az Észak Offroad egyik szervezője, vagy hát talán alapítója is, nem vagyok benne biztos, Ványi Zsolt, üdvözöllek, szia! Szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz az esti futamról itt, vagy hányadjára vagytok itt, vagy hogy egyáltalán mi a véleményed erről az egészről? Ez a 8. futam, és én már 7-szer voltam itt. Hát sokat várok tőle, mert nagyon jó a terep, nagyon jó versenyt szoktam csinálni, fiúk. Itt van velünk Pepe Marcel is, hogyha jól gondolom. Aki nem mellesleg az AMTS-en is szokott azért offroadozgatni néha, de most jelen pillanatban az a fontos, hogy mit gondolsz a mai estéről, illetve hogyan indulsz neki ennek a futamnak? Hát igazából nagyon jó előrejelzéseket kaptunk.
Azt mondták, hogy brutál esténk lesz. Reméljük, most sikerült összerakni újból az autót, technikai problémák miatt. Azért ebben a sportágban ez előfordul néha, nem? Igen, sajnos elő, de nem ritkán. Aztán most majd így vágunk neki ennek a dolognak, hogy jókat mondtak csak, hála Istennek. Szuper, hát mi is nagyon jókat remélünk, illetve kívánunk nektek is, mint ahogy mindenki másnak. Aztán sok sikert, holnap pedig találkozunk még, remélem, hogy nappal is tudunk egyet interjúzni, ha pedig nem, akkor az AMTS-en találkozunk, és most pedig hajrá, sziasztok! Hát eljött a reggel, és hogyha nem tévedek, akkor egy majdnem egész éjszakán át tartó futam után a versenyzők nemrégiben értek be, körülbelül reggel 8 óra van egyébként, és most pedig már készülődnek a mai rajthoz, ami szerintem egy sokkal, sziasztok, ami szerintem egy sokkal komolyabb futam lesz még az éjszakainál is, hiszen körülbelül háromszor akkora távot kell megtenniük itt az erdőben, és innen indulnak ugyanúgy követtetőről. Most pedig, hogyha jól látom, itt már azért egy-ketten készülődnek, meg valami, nem is tudom, szervíz, vagy mi történik itt éppen, megkérdezzük a kollégát erről. Szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Mit gondolsz a mai futamról, illetve hogy mi történt tegnap este? Látom, hogy azért az autót sikerült eléggé összekoszolni, ahogy a versenyhez illik. Mesélj egy kicsit róla, hogy mi történt. Izgalmas útvonalakon jártunk, voltak sáros területek, kicsit sikerült fölborulnunk is. Fölborulni? Ez oldalára átbillent, nem vészes, túléljük. Szuper. Folyadék szinteket néztem meg is, de igazából már azért, amikor sokáig az oldalán van az autó, azért tud távozni akarva akaratlan, de úgy néz ki, hogy minden rendben van, és üzemanyag utánpótlás. Az autók egyébként rendszerint kibírják a teljes távot? Így azért mindenki autója általában, vagy azért van, akinek megadja magát a motor, stb. De azért bármi előfordulhat. Bármi előfordulhat, a technikai ördög az mindig közbeszólhat. Bár azért egy OTD-i az azért. Igen. Meg azért a gondoskodás, meg az odafigyelés azért az megtudja. És bizony, azt gondolnátok, hogy nem, de ebbe a fajta jó értelemben vett elmebetegségbe is belekóstolhattok egy kicsit az AMTS-en majd, hiszen offroad show-val is várunk titeket, de most viszont sietni kell, mert visz minket az autó, és megnézzük a versenyt több helyszínen is. Most pedig itt vagyunk az extrém speciál szakasz rajt vonalánál, vagy hát nem is tudom, hogy hívják ezt, vonalnak nem mondanám. A pályáról viszont a véleményem az, hogy hát talán autóval könnyebb, mint gyalog, de én leginkább drónnal se repülnék be, mert annyira elképesztő, hogy itt bármi el tud menni. Én egyszerűen nem értem, hogy ez a sportág hogy létezhet. Konkrétan ez a totális elmebajnak mondanám azt, ami itt történik körülöttünk, de az extrém kategóriában a versenyzők már készülnek fel. Itt gyalog azért megpróbálták bejárni a pályát, amennyire sikerült. Estek, keltek nyilván, de az autókkal is ugyanezt fogják csinálni. És egyébként az előbbit hallottam, hogy nagyjából 2 perc alatt végig lehet menni ezen a pályán, ami olyan kanyarokat tartalmaz, meg olyan emelkedőket, lejtőket, hogy hihetetlen. De ők valahogy meg tudják oldani, hát valószínűleg régebb óta csinálják, már nem ma kezdték, főleg az extrém kategóriában. És igen, ezért mondom, hogy nyilván azért ennyire nem, de valamennyire az AMTS-en is bele tudtok kóstolni ebbe a fajta életvitelbe, vagy nem is tudom, hogy minek mondjam ezt, úgyhogy mindenképpen érdemes kijönni hozzánk, de egyébként egy ilyen eseményre is mindenképpen megéri ellátogatni, hogyha tehetitek, mert ilyet biztos, hogy nem lát máshol az ember. Five, six, seven, eight, nine,
És akkor kijössz, és olyan adrenalin löketet kapsz, hogy nem érdekel semmi más a világon. Szóval ezt megcsináltad, és visz előre. Úgyhogy jó. Hát itt vagyunk a 8. Nim Zoltán emléktrofi egy kis profi speciál szakaszának rajtvonalánál, ahol éppen most indult el egy autó, és lehet, hogy profi kicsinek hívják ezt a kategóriát, de azért itt is lehet látni nagyon-nagyon érdekes szakaszokat, hiszen, hogyha jól látom, pont lent is elakadás közelében van egyébként egy autó, de elképesztő ez az offroad, szépen bejárjuk itt az egész meccseket, és olyan szakaszokat találunk, hogy hihetetlen. Egyébként némelyik kategóriának, például az extrémnek 4 ilyen speciál szakaszon is végig kell mennie, és azt leszámítva, hogy nagyon gyönyörű helyen vagyunk, mert tényleg csodás itt a meccsekben, hát nem is tudom forgatni, de azért ez a rengeteg autó azért valahogy így felextrázza mégis az élményt, és itt folyamatosan mennek a komolyabbnál komolyabb offroad gépekkel, és teljesítik a szakaszokat a pilóták és a navigátoraik. Hát szia! Szevasz! Hát végignéztük ezt a nagy hajrát itt ezen a speciál szakaszon, és hát azt kell mondanom, hogy ez valóban egy remek művelet volt, amit összehoztatok. Mesélj nekem egy kicsit, hogy most így, hogy már túl vagytok az egész éjszakai futamon, túl vagytok 2 ilyen szakaszon, hogyha igen, jól tudom. Igen, két speciálon vagyok. Mi a véleményed az egészről? Milyen érzések vannak benned? Hát én rettentően boldog vagyok, nagyon-nagyon régóta nem voltunk már itt. Én Zoli bácsit, Nim Zolit nagyon régről ismerem, még amikor életében voltunk, akkor is sokat voltam itt nála versenyezni, és baráti viszonyban is voltunk, munkakapcsolatban is, tehát igazándiból napi kapcsolatokat ápoltunk egymással.
annak is nagyon örültünk, amikor ő ezt újra fölvette, ezt a szálat, hogy akkor legyen újra trofi itt Hetényen, és hát az első is gyönyörű, szenzációs volt, és azóta meg hát egyre jobb, meg egyre szebb. A két fiú, meg a pálya is azért nagyon komoly. A két fiú, meg a felesége nagyon-nagyon sokat tesznek azért, hogy ez működjön, és a nagyon sok-sok támogató és segítő, aki itt van, mert ehhez, hogy egy ilyen rendezvény létrejön, nagyon-nagyon sokat kell. És milyen jó rendezvény egyébként. Ilyen sokan vannak, rengeteg versenyző, meg rengeteg néző is, hála Isten. Hát ez egy nagyon népszerű és látogatott verseny. Úgy igen. Nézőknek, mint versenyző szempontból mindenből a lehető legoptimálisabb. Igen, igen. Hát és de egyébként nézni is nagyon jó volt. Tehát... Hogy igazándiból kérdésedre válaszoljak, az autónak is, meg a navigátornak is, meg mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ezt a speciált is ilyen jó megbírtuk csinálni. Mert és kibírta teljesen? Kibírt, hát végül is önerőből megcsináltuk, egyet csörlöztünk, ez nekünk teljesen jó, mert őt a legek autójának hívjuk, mert ő a legöregebb, a leggyengébb. A legtöbbet bukfencelt autó, tehát ő a legek autója. És végigment. És végigment, így van. Igazából gond nélkül. Hát ez remek. És most mi jön még? Hát most elméletileg már csak útvonalon bemegyünk. Én úgy tudtam, hogy három speciál szakasz lesz, de azt mondják itt a kollégák, hogy a menetlevélben már nincs több. Én azért bízom benne, hogy még találunk egy ilyen speciál szakasz. Hát ha itt mászkáltok az erdőben, aztán csak-csak még... Hát ami ki van jelölve, csak azt szabad használni, de lehet, hogy visszamegyünk egy éjszakai speciálhoz, és ott még játszunk egyet. Szuper, nagyon jó. Hát örülök a beszélgetésnek, köszönöm szépen, és hát akkor további sok sikert, és gratulálunk az eddigi eredményekhez és az autóhoz, illetve mindenhez. Köszi szépen. Voltunk a 8. Nimsz Zoltán emléktrofin hosszú Hetényben, vagy hát igazából itt a meccsekben össze-vissza, és a hangulat az hihetetlen volt konkrétan, tehát ez semmihez nem fogható, ami itt történik, és az a baj, hogy a videó sem fogja úgy visszaadni, bár minden tőlem telhetőt megteszek, hogy ez sikerüljön, és hogyha bármi ilyesmire vágytok, egy picit belekóstolnátok az offroad világába, találkozzunk az AMTS-en, ahol ti is beleülhettek egy-egy ilyen autóba, de mindenképpen gyertek ilyen eseményekre, mert lenyűgöző, nekem ez volt a konkrétan az első ilyenem, és nem is nagyon találok szavakat. Hihetetlen, amit itt művelnek, le a kalappal a versenyzők, navigátorok és a segítők előtt, hogy ezt így összehozták, és hogy végig tudják csinálni a pályákat. Mi pedig majd találkozunk a következő videóban. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, iratkozzatok fel mindenképpen. Sziasztok! Több mint 1000 jármű, 10 rendezvény, 5 pavilon élmény, csak egy belépőért. Készen állsz? Irány az Automobil és Tuning Show, Magyarország legnagyobb autósója. Múlt, jelen és jövő autócsorái egy helyen. Belépőddel idén egy egyedi sportautót is nyerhetsz. Május 27-29 között Budapesten a Hung Expo-n. Részletek az amts.hu-n.